Felzárkózás a hazai szűkebb élvonalhoz, és az utánpótlás bázis további szélesítése jegyében telnek a szekszárdi Gemen Judo Ese hétköznapjai, hogy előbb-utóbb beköszöntsenek azok a sikerek, amelyek éveken át kísérő jelenségei voltak a Gemen Judo Esének. Nos, ebből a szempontból elemezve a jelenlegi helyzetet, az elmúlt 2-3 évet időarányosan jól áll a két szepesi által irányított Gemen Judo Ese. Az utánpótlás diák ABC serdülő ifjúsági korosztállyal foglalkoztunk, jobban mondva majd, hogy nem csak ilyen korosztályú csemeténk van, akik versenyre képesek. Már tavaly a korosztályból kiemelkedő két tehetség a diák OB-n letette névjegyét a legfontosabb hazai versenyeken is. Olybá tűnik, Hilbert József és Sárosdi Ákos rálépett arra az útra, ami a legutóbbi arany generáció tagjait is jellemezte a serdülő B korosztályba lépve. Minden korosztályban szereztünk magyar bajnoki érmet, van több magyar bajnokunk is, most az elmúlt hétvégén volt, illetve 2 héttel ezelőtt ott a serdülőbé magyar bajnokság, ott is tudtunk szerezni Hilbert József révén egy aranyérmet, a Sárosdi Ákos második lett, szent meggyőződésem, hogy jobb, mint az ellenfele, de sajnos így jött ki a lépés. Hilbert József már tavaly közel volt ahhoz, hogy bajnok legyen, az idén az álom valósággá vált, nagyon megdolgozott érte. A kezdeti győzelmek után nagyon kemény meccsek vezettek az aranyéremig. Amikor lejöttem az elődöntőt, hogy megnyertem, akkor nagyon elkezdtem izgulni, és bennem volt az, hogy ezt meg kell nyernem, hogy ez számítani fog, szóval ez muszáj lesz megnyernem. A papírforma érvényesült a budapesti Samurai Klub versenyzője ellen a döntőben, hiszen eddig minden egymás elleni meccsen a szekszárdi judoka diadalmaskodott. Először is, amit nagyon próbáltunk gyakorolni, az a támasztott gáncs volt. Amikor régebben volt egy Budapest kupám, amikor ketten voltunk, vele voltunk ketten, és mondta, hogy próbáljam csak azt indítani, hogy ezt fejlesszük ki jobban. Egyaránt itt ezt is megpróbáltam, de itt inkább különféle bokadobásukkal próbáltam megdobni. A döntő elején begörcsölt a szekszárdi fiú, de ez gyorsan múló állapot volt. Nyakon fogtam, ahogy szoktam, begörnyedtem, megpróbáltam, és egy bokadobással sikerült eldobnom Vazarira, majd utána visszaálltunk. Istenem, volt még egy combdobás, amiből fején átes is akart neki lenni, és abba belegurítottam, és ott kaptam még egy vazarit. Sárosdi Ákos még mindig kesereg az elvesztett döntő miatt, az ezüstnek nem igazán tud örülni. Nem vagyok megelégedve a teljesítményemmel, mert én az első helyet szeretem volna elszerezni. 5 meccsem volt, abból 4-et megnyertem épp volna, és az utolsó meccsen pedig ki akartam emelni a ellenfelemet, de magamra borítottam, és így itt pontot hagytam. Már tudja, mit csinálna másként ebben a szituációban, ha újra mérkőzhetne. Nem kiemelem, hanem oldalra döntöm, és úgy dobom el. A rászabott gemences technikákat nagyszerűen alkalmazta Sárosdi Ákos, gyors győzelmeket elérve. A csípődobás és a nagy belső. Nagy belső comb? Nagy comb. Ákost azért kárpótolhatta az az 5. hely, amit az 1 évvel idősebbek országos bajnokságán ért el, ami előrevetíti a közeljövő sikerességét. Hilbert Józsit viszont kissé bosszantja, hogy aranyérmesként a felsőbb korosztályban csak a 7. lett. Így nem biztos a Hírekrész programban való számtalan előnnyel járó részvétele. Az, aki Heraklészba be lesz választva, attól azért egy kicsit elvárják azt, hogy a egyel idősebb korosztályban is valamit produkáljon. Mondjuk azért a Józsinál ez valamilyen szinten megvan, mert a Serdülő Európa kupán 5. lett. Az egy nagy nemzetközi verseny volt itt Győrben. A 3 éve indult női szakág is már hozzátesz időarányosan az egyesület összeredményességéhez az utánpótlás szakágban más klubokkal történő versengésben. Vaskó Kamilla egy OB bronzzal jelezte már korábban országos szintű versenyképességét. Trunk Zita pedig ifiként aranyérmes lett a másodosztályú felnőtt magyar bajnokságon. Az egészen kislányok közül Pető Léna jelenik meg a jövő nagy ígéreteként a Tarcsai utcai edzőteremben. Még csak a diák C korosztályban szerepelhet, de már egyel följebb a B-sek között sem talált legyőzőre az idei országos bajnokságon.